Jó napot kívánok! Alig néhány héttel ezelőtt, majdnem ugyanebben a körben, ugyanebben a stúdióban a családon belüli erőszak témájáról beszélgettünk. Az a Szekszárdon megölt kislány kapcsán került az asztalra, aztán azt gondoltuk, hogy a témát kiveséztük. Aztán eltelt néhány hét, és egy újabb bűncselekmény miatt ültünk újra le a családvédelem témakörében. Ugyan nem Tolna megyei az eset, de mégiscsak egy 13 éves kislány védve a saját testvérét és édesanyját, megölte az apját. Az ügy kapcsán megkérdeztük a rendőrséget, most kérem nézzék meg, mi a rendőrségi vélemény a dologról, és aztán tovább megyünk az ügyben, és beszélgetünk a családvédelemről. Szerencsére azt elmondhatom, hogy Tolna megyében meglehetősen ritka az olyan eset, ahol egy hozzátartozók közötti erőszak egy ilyen súlyos bűncselekményben torkollik, de ezt meg is kell fordítsam, és azt el kell mondjam, hogy azért országosan az elmondható, hogy az ilyen súlyos bűncselekmények résztvevői, az áldozatok és az elkövetők gyakran családon belül vannak, és családi kötelékben élnek. Mindezeken keresztül az is nagyon fontos, hogy ha bár ilyen súlyos bűncselekmények nagyon ritkán történnek Tolna megyében, hozzátartozók közötti erőszak miatt meglehetősen gyakran kell intézkednie a rendőreinknek. Szinte napi jelleggel mennek ki olyan bejelentésekre, ahol családon belül történik valamilyen erőszakos cselekmény. Nagyon-nagyon fontos, hogy az ilyen családok környezetének is megvan a felelőssége, és ők is tehetnek azért, hogy ne eszkalálódjon a helyzet egy ilyen nagyon súlyos bűncselekmény irányába, mint ami megtörtént. A hozzátartozók közötti erőszak időnként nem is jogsértő cselekmény, tehát a vonatkozó törvények alapján nem minősíthető se bűncselekménynek, se szabálysértésnek, de hozzátartozók közötti erőszakról kell beszéljünk akkor is, amikor pszichikai erőszak történik, sokszor éveken keresztül szóban és a viselkedésben terrorizálhatja az egyik családtag a családját. Ez is hozzátartozók közötti erőszak, és az is előfordulhat, hogy évek után úgy fejlődik ez a folyamat, hogy megjelenik a fizikai erőszak is. Majd ritkán, de az is elképzelhető, hogy ha nem kapja meg a család a megfelelő segítséget, akkor egy ilyen súlyos tragédiába torkollik. De természetesen egy hozzátartozók közötti erőszaknak hiába mondjuk a felnőttek a résztvevői, legtöbb esetben tanúi a gyermekek, és ez egy nagyon-nagyon súlyos trauma, tehát így mindenféleképpen kimondható, hogy gyerek a hozzátartozó közötti erőszaknak kizárólag áldozata lehet, noha az adott példa mutatja, hogy itt jogellenes cselekmény történt. A kérdésem az a vendégeinkhez, Kovács Ildikóhoz, a Szekszárdi Törvényszék sajtószóvivőjéhez, Toláczyné Varga Zsuzsához, a Humánszolgáltató Központ igazgatójához, és Kitanics Márkhoz, aki klinikai szakpszichológus, hogy kit kell igazán védeni ebben a környezetben, vagy ebben a történetben, ki az áldozat igazán. Kezdeném én a szót, ugye bíróság részéről vagyok itt a beszélgetésben. Egy bíróság előtt nyilvánvalóan úgy, hogy az ügyről nem beszélnék, a részleteiről, hiszen ez még folyamatban van, ugye általánosságban beszélgetve. Amennyiben egy ilyen történik, egy erőszakos cselekmény, a bíróság előtt elkövetőként, tettesként maga az a személy áll, aki a bűncselekményt elkövette, tehát jelen esetben itt egy gyermek, aki megszúrta az édesapját. Nálunk ő a tettes, áldozat nyilván, akit bántalmazott. Külön kell választani, hogy ki az áldozat és ki a tettes? Nyilván jogilag igen, csak hogy itt azért más, ha végig gondoljuk ezt a dolgot, akkor lehet, hogy a tettes maga az áldozat. Én azt gondolom alapvetően, hogy nem nagyon lehet ezeket így szétválogatni. Mert hogy mindenki áldozat a saját életének, amennyiben rossz körülmények közül jön. Tehát a szocializáció folyamata, amelyik gyerekkorban elindul, egészen kis gyerekkorban, ugye elsődleges szocializációs közeg a család, ő szocializálja először, aztán ezt követően a kortárs csoport, de folyamatosan az életünk során folyamatosan tanulunk, folyamatosan szocializálódunk, és amilyen közegből kikerülünk, az nagyon meghatározza azokat a cselekvéseket, amelyeket az életünk során elkövetünk. Hogyha egy ilyen cselekmény történik, akkor ugye főleg, hogyha egy gyermekről van szó,
akkor mindig elindul az embernek a gondolkodás abba az irányba, hogy mi az, ami egy ilyen indítatást tesz bele egy ilyen kis emberkébe. Tehát, hogy mi történhetett, mi az a felgyújt feszültség, mi az az impulzivitás, mi az az indulat, ami ezt kihozta belőle, és itt azt látjuk, nem ismerve pontosan a körülményeket, hogy egy tartósan fennálló feszültségről van szó, egy tartósan fennálló konfliktus helyzetről. És ilyenkor azért pszichológusként az ember sok mindenen gondolkodik, főleg azon, hogy egyrészt, hogy mi vitt el idáig valakit, hogy egy ilyen cselekményt megtett, a második pedig az, hogy a családnak a felelőssége hol van ebben. Nem szeretjük valakire rátenni a felelősséget, de ilyenkor mindig eszembe jutnak azok az esetek, amikor arról beszélgetünk, hogy például a szülők nem válnak el egymástól azért, mert hogy a gyermeket ne sértsék meg, ne bántsák meg ezzel. Azért látni kell, hogy az, hogyha a szülők elválnak egy ilyen családban, akkor az a gyermeket előrébb viszi. Egyrészt nem kerül egy ilyen konfliktustól terhelt családi helyzetbe, aminek akár ilyen végkimenetre is lehet. Másrészt pedig azt is tudni kell, hogyha nem látja a családon belül az intim érintéseket, azt, hogy a családon belül az édesapa és az édesanyja szeretik egymást, támaszkodnak egymásra, érzelmi kötelék van közöttük, ő sem fogja tudni ezt gyakorolni, hiszen mondtam, hogy a szocializáció folyamatosan halad, ő sem tudja ezt majd gyakorolni a későbbiek során. És hogyha nem tudja, akkor érzelmileg sivár lesz. A szociális munka oldaláról csak még egy gondolatot hoznék be, amit eddig a kollégák elmondtak. Ez pedig az, hogy nem azt nézzük mi, hogy áldozat, és hogy bárkit is védeni kell, hanem ezt a gondolatot tovább véve, amit a Márk mondott, rendszerben, és a család rendszerében szemléljük a tagokat. És abban, hogyha valaki segítséget kér, vagy legalábbis valamit tesz, ezzel kapcsolatosan, akkor mindenféleképpen van lehetőségünk vele együtt, közösen, megbeszélve tenni valamit. Tehát egyedül ez semmiképpen sem megy, és a családból kiemelni egy-egy szemét, az úgy megint nem fog sikerülni, hanem azt az egészet és azt a rendszert kell nekünk látni, hogy hogyan vannak ők egymásra hatással. Most meg egy mondatot hadd tegyek hozzá. Én azt gondolom, hogy mind a hármunk oldaláról van lehetőség arra, hogy bármilyen feszültséggel terhelt helyzetben lehessen valamifajta jogi, szociális vagy pszichológiai segítséget kérni. Tehát nem igaz az, amikor azt mondják, hogy én próbálkoztam, de nem kaptam senkitől segítséget, nincs ilyen. Mind a hármunk oldaláról lehet segítséget kapni. Szó esett a filmben is, de a múltkori beszélgetésben is, hogy annak a közegnek, amiben ők élnek, a szerepe is, vagy a felelőssége is megvan, mert hogyha lehet tudni egy családról, hogy ott rendszeresen ilyen atrocitások vannak, abban egy jelzőrendszert valamilyen módon működtetni lehet, tett volna. Ugyanakkor ebben a speciális helyzetben pedig azt nyilatkozza az áldozat fia, hogy egyébként amikor az apja nem ivott, akkor azt lehetett róla mondani, hogy egy békés jámbor ember csak ivott két kortyot, és utána terrorizálta a családot. Ez meg szerintem itt van a társadalomban. De én azt gondolom, hogy alapvetően nem lehet így kettészedni, hogy akkor rendes ember, meg akkor meg nem rendes ember. Tehát azt kell nézni, hogy mi az, ami a családnak, meg a társadalomnak a kárára van. Teljesen mindegy, hogy ő józanul normális, hogyha iszik és nem normális, akkor nekünk ezzel az oldalával kell foglalkozni. Nagyon gyakori egyébként, hogy azt gondoljuk, egy bűncselekmény elkövetése kapcsán megszólaltatják a szomszédokat, családtagokat. Senki nem gondolta volna, jön ez a szöveg, hogy ő ilyet csinál. Ez nagyon gyakori. Ez lényegtelen, hogy senki nem gondolta volna. Az a lényeg, hogy megtette. Jogilag nagy felelőssége van itt a család többi tagjának is, hogy ez a családon belül erőszak egy erőszakos bűncselekményé fajult. Arra azért fel kellene és fel kell hívni a társadalom figyelmét, azt gondolom sokan nem tudják, hogy 2013 óta került be a büntető törvénykönyvünkbe egy új bűncselekmény kategória, ezt úgy hívják, hogy kapcsolati erőszak. Ez abból áll, hogyha rendszeresen, huzamosabb ideig bántalmazás történik egy családon belül, ez lehet akár fizikai, lehet könnyebb sérülésekkel járó bántalmazás, de akár lehet verbális, tehát rendszeres trágár beszéd a családtagokkal szemben, becsületsértő kifejezések használata. Ha rendszeres, és rendszerességnél most a jog nem határozza meg, hogy kétszer kell csúnyát mondani, de ha rendszeresen történik ilyen, és a sértett elindul, és elindul a büntetőeljárásnak a folyamatában, és eljut a bíróságig, ezért már akár anélkül, hogy elkövetni bárki is ezt az erőszakos cselekményt, büntethetővé válik. Magyarul, ha ebben az esetben mondjuk néhány évvel ezelőtt az anyuka, vagy a gyerekek, vagy bárki
elmegy a rendőrségre és elmondja, hogy mi történik, akkor az apa ma nem halott, hanem ül a börtönbe. Nem tudok pontos statisztikákat mondani. Tolna megyében nagyon sok büntetőeljárás indul. Ugye ez feljelentéssel indul, ha nincs 8 napon túlgyógyuló sérülés, akkor leginkább magánvádas eljárásokba torkolik, vagy ez a kapcsolati erőszak. Minden a sértettem múlik, azaz itt adott esetben az édesanyán. Ha ő nem jut el odáig, hogy tovább vigye az ügyet, tehát gyakran megtörténnek a feljelentések, ilyen 80%-ban el is jut a bíróságig, azonban itt végig minden a sértettem múlik, ha a sértett nem viszi végig, nem jön el a tárgyalásra, meggondolja magát, visszavonja magát a feljelentést, vagy a büntetőeljárás megszüntetését kéri, akkor ebből nem lesz a végén semmi. Az a kérdés, hogy nyilván az ilyen esetek azért megismétlődnek, tehát hiába megy el a bíróságig, hiába vonja vissza a feljelentést, a dolog tovább fog folytatódni az esetek döntő többségében. Igazán van? Szokott lenni egy kis pauza, amikor egy kicsit megijed a család fő, olyankor egy kicsit így visszafogja magát, de nem tudja tartósan ezt tartani. Egy dolgot még hadd mondjak, mert közben azon gondolkodtam, miközben az Ildikó beszélt, hogy az, ami szerencsénk van, ő gyakorló bíró, és mi azért elég sokat találkozunk tárgyalóteremben, és hogy a bíró nem csak arra kíváncsi, hogy mi történt fizikálisan, amit megütötte, amit az orvos szakértő leír, hogy mit, hanem meghallgatja a pszichológust, aki elmondja, hogy igen, az édesapa ez a fajta magatartása terrorizálta pszichésen gyakorlatilag a családot, és ezt a bíró ugyanúgy figyelembe veszi. Tehát, hogy itt azért választjuk szét, hogy nem, tehát mindig azt szokták mondani, hogy amíg nem folyt vér, nem tudunk mit tenni, de tudunk tenni. És pont erre akartam utalni, hogy lehetővé teszi most már nekünk azt a bíróság, hogy olyan eseteket is oda tudjunk citálni, elnézést a kifejezésért, amikor nem folyt vér, de valamilyen fokban a család sérül attól, ahogy valamelyik családtag viselkedik. Számomra bocsánat, az a kérdés, hogy ha egyszer egy ilyen eset a bíróság elé kerül, akkor utána van-e olyan figyelőrendszer, aki figyeli, hogy ebben a családban utána mi történik? Én azt gondolom, hogy van, vagy módosítom a válaszomat arra, hogy lehet, vagy kell, hogy legyen ilyen figyelőrendszer. És ez a bizonyos észlelő és jelzőrendszer, ez pont ezt takarná ebben a tekintetben. Mert hogy... akkor, hogyha ez működik, akkor mindenféleképpen hatékony tud lenni. De hogy ez mennyire működik, az sajátos tapasztalatom az jelen pillanatban az, ugye mondhatom azt, hogy a gyerekvédelmi törvény az 97-ben született, a gyerekvédelmi törvény első pillanattól fogva előírja ezt a bizonyos gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszert. Hát így eltelt 22 év ugye azóta, mióta itt a törvény van, és még most sem mondhatom én határozottan azt, hogy ez nagyon klasszul működik, pedig én azt gondolom, hogy nagyon sokan, nagyon sokat teszünk azért, hogy ez működjön. Sajnos ebben még mindig benne van az, hogy az egyes szakemberek mit gondolnak, és mennyire érzik felelősségüket arra vonatkozóan, hogy ők ennek az észlelő és jelzőrendszernek tagjai. Azért használom... Bocsánat, megvédhetné ez a jelzőrendszer azt, hogy idáig fajuljon egy eset? Szerintem rossz a kérdés, és arról úgy megrávod, hogy ezt mondom. Ugyanis arról van szó, hogy a jelzőrendszerünk, a jogrendszerünk, egyáltalán az egész igazságszolgáltatásunk nem működik szerintem rosszul. Vannak mindig kiugró esetek, amelyeknek a kapcsán elkezdik ezt citálni, főleg a sajtó, de hogy alapvetően azt sosem citálják, amikor, vagy nem tudjuk megmutatni, amikor nagyon hatékonyan és nagyon jól működtünk. Tehát szerintem tudunk ezer olyan ügyet, amikor megoldottuk, jó volt, az ezer ügyet követ egy negatív ügy, egy olyan, amikor nem sikerült, és akkor ugye azt kapják fel, és ez az, ami előkitérbe kerül. Van arra tapasztalatotok, hogy bekerült valaki ebben a jelzőrendszerbe, és utána megszűnt a családon belüli erőszak? Természetesen. Persze. És azt akartam mondani, hogy azért használom tudatosan azt, hogy észlelő és jelzőrendszer, mert hogy először észlelni kell. És az egy nagyon fontos mérce, hogy kinek hol van az a küszöb, és mi az, amit adott esetben ő már úgy észlel, hogy azt ő már, hogy így mondjam, jelzésre éretnek ítéli meg. Ez az egyik. A másik, amit a Márk mondott, és azzal kapcsolatosan jutott egyébként eszembe, hogy ugye a szociális szakma, vagy a szociális munkások mennyire nyilatkoznak, amikor egy-egy ilyen ügy van. Ennek nagyon sok összetevője van. Egyrészt az, hogy nem is nagyon tudunk nyilatkozni, nem is nagyon merünk nyilatkozni, és a harmadik legfontosabb, hogy titoktartási kötelezettsége van a szociális munkásnak. Tehát ő nem fog részleteket elmondani, nem fogja elmondani, hogy egyébként igen, kapcsolatunk volt ezzel a családdal, és hogy hova jutott,
jutottunk, és mit csináltunk, mert ez nagyon komoly. Kinek nem mondja el? Nem mondja el a sajtónak, az addig rendben van, de nyilván a bíróságnak hogyne, nem mondja. Persze. És nyilván, hogy ez ide kapcsolódik, ugye, hogyha már rendszert nézünk, hogy akkor, amikor a bíróság bekéri a szociális munkásnak, családsegítőnek, esetmenedzsernek a véleményét, tájékoztatását az üggyel kapcsolatosan, amilyen tapasztalataim nekem vannak erre vonatkozóan, hogy ezt komolyan szokták venni a bíróságon. Nem a sajtó nyilvánosságának kell megvédeni senkit ebben az ügyben, hanem a rendszernek kell tudni kiszűrni azokat az eseteket, amiket nem enged tovább. Én felelősséget érzek itt ebben a jelzőrendszerrel kapcsolatban, még mindig ugyanott tartok a családtagoknak, mondjuk adott esetben az édesanyának, mert véletlenül valami oknál fogva sem az iskolai, sem az óvodai, tehát a gyermekek iskolai óvodai rendszere nem veszi észre, hogy itt probléma van, előfordulhat, akkor még mindig ott van az édesanyja. Tehát ha ő egyszer is tesz egy feljelentést, elindul ezen a büntetőeljárási hosszas folyamaton, és eljut akár a rendőrségig, innentől kezdve a hatóságoknak, legyen az rendőrség, ügyészség, bíróság, mindenfajta hatóság, aki kapcsolatba kerül az üggyel, kötelező jelezni a gyermekvédelmi szerveknek, hát a gyermekvédelmi törvény, büntetőeljárási törvény, tehát törvényi kötelezettsége van a hatóságoknak arról, hogy jelezze, hogy itt probléma lehet, és innentől kezdve felhívja a figyelmet, bekerülnek a rendszerbe ezek az esetek. Ha nem történik feljelentés, és nincsen róla tudomásunk, látenciában marad, akkor lehet bármilyen hatóság kikerül a jelzőrendszeren kívülről. Nagyon nehéz nekünk így kívülről beavatkozni. Bocsánat, egy kicsit hadd fogalmazok élesebben. Én azt gondolom, hogy az anyukának kutya kötelessége lett volna pont azért jeleznie, hogy egy ilyen tragédiát elkerüljön. Tegyük félre az apuka esetét, hogy ő most meghalt. Azt nézzük meg, hogy ebben hány családtag szenvedett még, és az édesanyja ahelyett, hogy ezt jelezte volna, ehhez gyakorlatilag csendben volt. Itt vissza szeretnék utalni arra, hogy ő egy 13 éves kislány. Az van a köztudatban, hogy 14 éves kor alatt nem büntethető. Így van-e? Így volt nagyon régen. Büntető jogunkban több mint 50 éves hagyománya volt ennek, hogy 14 éves kor volt a büntethetőségi korhatár, de visszamennék egy évszázaddal korábban, azért az 1908-as törvényünk 12 éves korban határozta ezt meg, aztán ugye a háború után ez változott, 14 év lett a minimum korhatár, majd lett egy óriási vita, ebből a büntetőjogászok nagyon sok évig vitatkoztak ezen, hogy lejjebb kéne vinni, feljebb kéne vinni, mit kellene csinálni. Végül is egy konszenzus eredménye lett, hogy 2013 óta 12 év lett a büntethetőség alsó korhatára, ez még gyerekkor, ugyanis a gyerekkor büntetőjogilag 14 éves korig tart. Tehát 12 és 14 éves kor közötti gyermek valóban büntethetővé vált 2013 óta Magyarországon, de csak bizonyos súlyos, nagyon súlyos bűncselekmények elkövetés esetén, hát nyilván az emberölés az természetesen beletartozik, a rablás, a kifosztás, terrorcselekmény, tehát van egy pár olyan súlyos bűncselekmény, ami miatt büntethető, de csak abban az esetben, és itt a bírónak nagyon sok mérlegelés kötelezettsége van, hogyha megvan egyrészt a beszámítási képessége, tehát mindenfajta elmebeli állapota megfelelő, ezt ugye igazságügyi orvos szakértő fogja megvizsgálni. Ennél fontosabb viszont az, hogy csak akkor lehet büntetni, hogyha ezen túlmenően megvan az a képessége, amit úgy hívunk, hogy belátási képesség, ami arra szolgál, hogy ő 12-14 év között belátja azt, hogy ő igenis egy súlyos bűncselekményt követett el, ezzel vétett a társadalomnak, és itt valóban bűncselekményről van szó. De most ezt a belátási képességet kell a bírónak vizsgálni, hát önmagában egyedül ezt nem fogja tudni vizsgálni, ehhez szükséges pszichológus szakértő bevonása, mégpedig olyan pszichológus szakértő, aki kimondottan gyermekpszichológus, és ehhez szükséges bevonni a jelzőrendszernek az eddigi adatait, tehát minden adatot bekér a bíróság, és megvizsgálja, hogy mi is történt, és mérlegre teszi majd az ítélethozatal előtt, hogy most akkor valóban visszatérve a kérdés, hogy a tettes az most tettese, avagy áldozat. Jogilag értem én ezt, csak gondoljunk bele ebbe a 13 éves kislány helyzetébe, aki végigéli az életét látva, hogy a szülei hogy élnek, látja, hogy a testvéreivel hogy bánik az apja, aztán részese lesz egy eseménynek, ahol az apja részegen hasba szúrja az öccsét, és nyakon szúrja az anyját, és akkor ezek után védve őket, ő egy gyilkosságot követel. Szóval szerintem ő nem jogilag biztosan tettes, de hogy egyébként szerintem áldozat. Hát erről sokat lehetne vitázni, hogy akkor most melyik is. De azt is végig kell gondolni, hogy nagyon sokan hasonló helyzetben vannak, és mégsem szúrják meg az édesapjukat. Nagyon sokan kevésbé vannak nehéz helyzetben, és mégis megszúrják. Tehát ez egyéni
viselkedés, egyéni temperamentum, egyéni személyiségvonások kérdése. Ebben nem nagyon tudunk szerintem mi itt most hirtelen igazságot tenni. Az biztos, hogy mindenkinek van egy terhelt élete, és most nem a jogi értelemben terheltségről beszélek, de mindenki másképp és másképp reagálja le azt, hogy neki milyen feszültsége és konfliktus helyzetei vannak. De neki mostantól kezdve gyakorlatilag vinni kell egész életében nem csak azt a terhet, amiben fölnőtt, hanem ennek a tettének a terhét is. Természetesen, és akkor visszautalnék még egy dologra, vagy így visszatérnék erre, és ezt az Ildikó majd szerintem jobban ki tudja fejteni, hogy azért a bíró, amikor mérlegel, akkor a sérteti közrehatást is mérlegeli. Tehát, hogy ez nem úgy van, hogy ő csak megszúrt valakit, hanem ezt ugyanúgy mérlegeli, hogy az a sértett, aki ennek a cselekménynek az áldozatává vált, vagy sértettjévé vált, ő mit tett meg azért, hogy ide vezessenek ezek a szálak? De 13 éves gyerek mit tehet? Nem. A sértett. Tehát sérteti közrehatás. Valóban egy erős mérlegelési kötelezettsége van a bíróságnak, amit már így elmondtam. Tehát mindent nézni kell. Nézni kell az ő személyiségét, ezt az agresszivitásra való hajlamát, vagy amit magával hozott, és hát valóban azt, hogy milyen családban nőtt fel, milyen közegben. Mondhatjuk azt, hogy durvult annyira a társadalom, hogy muszáj volt ezt a korhatárt lejjebb vinni, és mondjuk a fiatalabb korosztály durvábban viszonyul most a világhoz, mint régen viszonyult? Hát ha megnézzük ennek a büntető törvénykönyv módosításnak a miniszteri indokolását, tehát hogy miért látta a jogalkotó ennek szükségességét, akkor valóban erre utal, hogy változott a társadalom, változtak a társadalmi viszonyok, ugye a fiatalok korábban érnek, köszönhető ez ugye a médiának is, a megváltozott, felgyorsult társadalmunknak, és egyre súlyosabb bűncselekményeket követtek el, tehát statisztikailag számszerűen megnőtt azon bűncselekmények száma, amelyet 14 év alattiak követtek el, de akkor még ugye nem voltak büntetők. Ezért úgy látta a törvényhozó, hogy szükséges lejjebb vinni a korhatárt. Persze ez a mai napig vitatható, és vitatott is, ugyanis az Európai Unió, illetve az ENSZ, akik gyermekekkel foglalkoznak, és gyermekjogi szakértők, ezt vitatják, és nem biztos, hogy jónak tartják, tehát, hogy lejjebb visszük a korhatárt, ezzel valamely szembe megyünk az általános egyezményeknek. Azt jónak tartom, hogy nem általánosítja azt a törvényhozó, hogy 12 év után mindenkit büntetünk, hanem szükséges a bírónak vizsgálni ezt a fajta belátási képességet, amit adott esetben hát mindent figyelembe kell venni. Mit mond a szakma? Vissza tud fogni egy ilyen büntető törvénykönyv, vagy egy ilyen büntetési... A szociális szakma nem ért egyet azzal, hogy a büntethetőségi korhatár az 12 év. Mi sokkal inkább abban hiszünk, hogy a prevenciót kell megerősíteni, és a prevenciót kell olyan... hát nem tudom én, helyre tenni a társadalomban és a szakmában, hogy annak van sokkal inkább hatékony eredménye. Tehát azért, hogy valakit büntetünk, az nem az a megoldás, hanem előzzük meg az ilyen helyzeteket, hogy hát ezek kialakuljanak. És akkor itt van szükség egy hatalmas összefogásra, és hát nyilván itt pénz, paripa, fegyver. Még ezt is lehet egyszerűsíteni, azt tudjuk nagyon jól, és amikor annak idején a halálbüntetést eltörölték, egy csomó minden mellett az indoklásban az is szerepelt, hogy valójában a halálbüntetésnek nincs visszatartó ereje. Tehát önmagában egy büntetési tételnek, attól, hogy súlyosbodik, nincs visszatartó ereje. Bárki, aki bűncselekményt követel, nem gondolkodik a bűncselekmény elkövetésekor abban, hogy ennek milyen büntetési tétele lesz, van, vagy mi hogyan fogok járni. Mindenki azon, hogy én majd megúszom, vagy pedig, hogyha hirtelen impulzív módon történik a cselekmény, akkor nem mérlegel, nem gondolkodik. 13 éves gyerek meg végképp. Pláne nem. Tehát én azt gondolom, hogy levihettük, és én tehát azért a társadalomnak volt egyfajta kívánsága valószínűleg erre vonatkozóan, mert valóban így van, hogy látszott, hogy egyre súlyosabb bűncselekményeket egyre fiatalabbak követnek el, és volt egy társadalmi elvárás ezzel kapcsolatosan, hogy ez így történjen. Így is történt, és a társadalomnak inkább a bűncselekmény elkövetőjének az elkülönítése volt szerintem inkább a gondolata, tehát hogy így a kettőt valahogy így össze lehet ötvözni, vagy össze lehet vegyíteni, de önmagában mondom még egyszer, egy büntetési tétel súlyosbításának nincs visszatartó ereje. A prevenció lehet a megoldás? Hát én azt gondolom, hogy mindenféleképpen egy fontos és meghatározó lehet, hogy sikerül-e végre azzal foglalkozni, hogy szakemberek azon gondolkodnak, hogy hogyan lehet megelőzni, és ennek a megelőzésnek egy nagyon-nagyon fontos vagy alapvető tényezője ez a bizonyos észlelő és jelzőrendszer. Lehet a családon belüli erőszakot valamilyen módon úgy kezelni, hogy az eltűnjön a társadalomból, vagy legalábbis minimumra? Dehogy.
Hát egy dolgot gondoljunk végig, az evolúció. Az evolúciónak vagyunk mi a termékei. A végeredménye, azt mondták, hogy az erősebb kutya nagyobbat tudott ugatni. Tehát, hogy itt arról van szó, hogy gyakorlatilag a saját magunk agressziója révén jutottunk el idáig. Az agressziót nem tudjuk eltüntetni, és az agresszió az mindig megmarad. Különböző helyzetekben különbözőképpen jön ki. Utalnék azért még egy dologra, nevezetesen arra, hogy nem véletlen egyébként az, hogy egyre több az ilyen elkövetés, egyre több az a fajta hatás? Nem, inkább, hatás is a médián keresztül, de inkább az, hogy olyan drogok, olyan tudatmódosító szerek is előkerülnek, amit egyre fiatalabbak folyamatosan használnak, anélkül, hogy tudnák, hogy annak milyen következményei vannak. Én nem tudom, hogy vagyunk ezzel, de szerintem Ildikó is és Zsuzsi is tudja pontosan, hogy tapasztaljuk, hogy az elkövetett bűncselekmények hátterében nagyon sokszor valamilyen tudatmódosító szer áll, legtöbbször ez áll, és a fiataloknak fogalmuk nincs, hogy mi ez. Hogyan kell használni, egyáltalán kell-e használni, vagy hogy egyáltalán mit tuszkolnak be a testnyílásaikba. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon messze menő beszélgetés következő első gondolata lehet. Lehet. Köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat. Kedves nézőink, köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!